Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi a terve? A második kérdés, hogyan érzi magát? És a harmadik kérdés pedig az, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés. De én biztos vagyok abban, hogy a jó Isten téged ide vezetett, tehát valami szól hozzád is. Azon kívül, ha szeretnél egy személyes jóslást, ennek is megvan a lehetősége. Írj e-mailen keresztül, és akkor kivetem számodra ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díja mindig 4000 forint. Ez egy videófelvétel álnéven, és ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül elküldöm hozzá a linket. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt ez a könyv több mindent jelenthet, hogy okos, tanult, vagy szeretne egy továbbképzést, azt is jelentheti, hogy ő így lát téged, hogy nálad van meg ez a tudás. Amit a könyv még jelenthet, hiszen csukva van, hogy nem beszél nyíltan a terveiről, kicsit zárkózott. A második kérdés úgy hangzott, hogyan érzi magát. Itt látható, hogy előre mennek az események, lesz mozgás, megvalósítja a terveit. Ez a kártya utalhat mindenre, ami mozog, sport, autó, utazások, változások, költözködés. És ő úgy érzi, hiszen ez a kártya kihat az érzelmeire, hogy mennyire fontos, hogy ez a zárkózottság elmúljon, és közeledjen hozzád, beszéljen végre a terveiről. És a harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni. Itt az utak jelentik a találkozást, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Itt láthatóak a változások is, és ő mozgatja a dolgokat. Elérkeztek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható ez a kislány, tehát lehet, hogy a gyerekek kötnek össze benneteket, de ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, jelent egy új irányt, egy új kezdetet, egy fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, tehát itt lesznek változások, döntések, fontos döntések, és lesz egy új kezdet. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!